Remélem, ez nem fertőző. Nem baj, hogy ez a te hibád? Nem az enyém. Ugyanaz a régi. Kiderült, hogy a hülyeség veszélyes lehet. Egy-két jellegzetes mozdulat is kiütöm Arinát ebből a testből. Azt ígérted, segítesz, nem, hogy megölsz? Bárcsak tudnánk, hogyan. Először is, mi sem szeretünk így látni téged. Nem maradok így örökké, ugye? Szeretem Rosst, de vissza akarom kapni a testem. Tudva, hogy kitette mindezt, van rá esély, hogy már semmin sem lehet változtatni. Hogy lehet, hogy lehetetlen? Én ezt nem akarom. Vigyetek vissza a testembe. Senki sem akarja ezt. És még csak nem is te kaptad a legjobb testet. Abba hagynád. De én inni akarok. Aha, most aztán kemény vagy. Szerintem itt mindenképpen tudományos bizonyítékra van szükség. Én vagyok az első ellene. Ó, úgy értem ellene. Mindannyian kísérletet fogunk végezni Alina ellen. Nos, Rosst ellen. Megtenni, mégis csak egy könyv. Vigyázz, kész, gyerünk! Igazatok van, erős, gyors és magas vagyok. És büdös. A parfüm itt nem segít, bíz az évek tapasztalatában. Gondolkodtam, ha testemet nem is tudjátok visszaadni, talán meg tudom szokni. Igen. Visszavonom, amit mondtam. Nem tudom megtenni. Hozd rendbe! Király, mi? Mi? Hol? Szóval most Alina testében vagyok. Annyi lehetőségem van, nem igaz? Igen. Mint például? Hát például... lány vagyok. És? Nekem még nem jutott eszembe egy sem, de biztosan rengeteg előnye van. Ó, most már akkor nyafoghatsz, amikor akarsz. Régebben mindig ezt csinálta. Igaz. Hé! Flörtölhet más srácokkal, hogy előnyt kapjon, érted? Ó, próbálj meg velünk flörtölni. Hello, fiúkák!
Elég volt. Inkább hívjuk egy ördögűzőt. Csak egy kis gyakorlásra van szükségem. Ezt soha többé ne tedd meg, oké? Egyet értek. De valami jónak is kéne lennie ebben a helyzetben. Ne gyere közelebb. Azt hiszem, már tudom, hogyan tudlak legyőzni. Alacsonynak lenni pedig tényleg nagyon menő. Szóval, mostantól Mikrosztjának hívunk. Kitaláltam neked egy új küldetést. Ó, milyen király! Hogy nem gondoltam erre korábban? Király! Milyen küldetés? Hova visztek engem? Hová rángattok? A kávézóba. De az zárva van. Ott van egy ablak. Az az új küldetésed, érted? Miért kell nekem küldetést teljesítenem? Azért, mert te már nem rosztja vagy, hanem mikrosztja. Az iskolánk süteményei nagyon finomak. A legjobb pedig, hogy mindig van bőven. Hé, nem hagynátok nekem is egy keveset? Nem lehet, különben elhízol és nem férsz be a büfé ablakán, érted? Még mindig van az a krumplipüré húsgombóccal a konyhában, nézd, anyám megtanította, hogy ne pazaroljak. Támogatom. Aha. Csap bele. Ez biztos segíteni fog. Hát persze. Ki fogod izzadni, itt kiszivárogsz ebből a testből. És ha mégsem? Akkor addig várlak, hogy minden rendben nem jön. Ne csináld! Igen. Tényleg nem akarom! De akarni fogod! Segítség! Én vagyok a segítség! Nem te! Nem csak keményen, de nagyon keményen megverlek! Tudománynak mindig van válasza minden kérdésre. A pingvineknek van térdük? Esznek vagy isznak levest? Milyen íze van a köveknek? Jól van, víz akarsz térni a testedbe vagy sem? Sajnálom. Koktélt készítesz? Nem, egy szérumot készítek, ami visszahoz benneteket.
Oké, rendben. Kész is.